ezt nevezem, ez aztán a tűzről pattant erdőség? Európa erdei lángokban állnak, de ki dobál el ennyi csikket, és mit lehet tenni, hogy megvédjük az erdőket? More than 95% of forest and wildfire caused by citizens. So only 5% it's because of thunder or other natural cause of fire. Or bears smoking in the wrong place. Except Veresegyháza, but smoking hopefully bears. No. The numbers are not on our side if we are speaking about forest and wildfires. I absolutely agree, because how am I gonna put you guys in a fight? We will. Okay, please. But because I see who's gonna win. Középidő egy osztrák-magyar produkció és az új kedvenc beszélgetős műsorotok, ahol európai ügyekről van szó, na meg arról, hogy mire kellene jobban ügyelnie Európának. Én Paprika Kinga vagyok, a vendégeim pedig válogatott művészek, kutatók, újságírók és szakemberek Európa minden sarkából. Minden második csütörtökön jelentkezünk új adással, úgyhogy iratkozzatok fel most, a jobb alsó sarokban lévő gombra kattintva, válasszátok ki a kis csengő ikont, és emellé meg állítsatok be további 10-17 emlékeztetőt, nehogy véletlenül nem maradjatok akár egyetlen adásról is. Ez itt Luxemburg, cuki kis törpeország, nem? Na most, ha összesítjük az Európai Unió erdőtüzeit 2023-ból, azok összterülete kétszer befegné Luxemburgot, összesen több mint 500 ezer hektárnyi terület égett le ugyanis csak tavaly. Amikor ezt az adást közzétesszük 2024 őszén, az erdőtüzek főszezonja még javában tart, és az elkövetkező években a helyzet romlására lehet számítani. A természetes tüzek kulcsfontosságú szereplője a klímaváltozás. Igen, sajnos legtöbbször ide jutunk vissza. A globális hőmérséklet emelkedése megzavarja a föld vízkörforgását, amire leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy a nedves területek nedvesebbé, a száraz területek pedig még szárazabbá válnak. A növekvő szárazság miatt egyre több erdő gyengül meg, egyre több fa pusztul el, ami pedig kiváló tápanyagot jelent a tüzek számára. A 2023-as európai erdőtüzek széndioxid kibocsátását 20 megatonnára becsüli az Európai Erdőtűz Információs Rendszer. Ez nagyjából annyi, mint az EU-s összes légi közlekedés kibocsátásának az egyharmada. Tökéletes 22-es csapdája, nem? A klímaváltozás súlyosbítja az asszályokat és a hőhullámokat, ez megsokszorozza az ilyen katasztrófákat, a kitörő tüzek pedig tovább fokozzák a globális felmelegedést. És nem minden erdő születik egyenlőnek, bizonyos fák könnyebben égnek, mint mások. Például a fenyők és az eukaliptuszok olyan gyorsan kapnak lángot, mint egy doboz gyufa, mert nagyon sok bennük a gyanta meg az olaj. Portugália például igazán felhagyhatna már az eukaliptuszok telepítésével, koalát akarnak hízlalni, mintha nem lenne elég klamídia Európában nélkülük is. A fenyőfélék az aljnövényzettel is hadilábon állnak, elsavasítják maguk körül a földet, erős árnyékot vetnek, és a lehulló gyantás tűlevelek kinyírják a legalsó növényréteget, amely más erdőségekben segítenének megtartani a talaj nedvesség tartalmát. Így aztán a földön gyakran csak az elszáradt fenyőtük alkotnak egy takaró réteget, ami meg úgy gyullad, mintha pénzt kapna érte. Ne értsetek félre, nem vagyok egy fenyőgyűlölő, csak hát a legtöbb fenyőféle kínlódik a mi éghajlatunkon. Az elmúlt pár év asszályaiban lucfenyők ezrei száradtak ki Magyarországon, mivel a gyökerék a felszíni rétegekben maradnak, ezért nem tudják a talajvizet mélyebbről felszívni. A meggyengült fákat aztán a betűző szó, a szó szoros értelmében tömegesen kivégzi. Egy erről szóló kiállítást megnézhettek Újbudán a 11-11 galériában. Az ökölszabály az, hogy az őshonos fajok és a robosztusabb, rétegeltebb élőhelyek általában életképesebbek, mint az ipari erdők. Ezt a tényezőt mindig figyelembe kell venni az erdőgazdálkodásban, de a hobbi faültetésnél is. És ahogy melegszik a Kárpát-medence, lehet, hogy lassan ideje lesz áttérni délebbi fafajtákra is. Én azért csak locsolgatom tovább a kis uborkafámat, azon kapaszkodtam fel idáig. A megoldásoknak mindig az adott helyi sajátosságokhoz kell alkalmazkodni, és a katasztrófák megelőzése mindig sokkal hatásosabb, mint a kármentés. Ma pedig van velünk három kiváló vendég, akik megmondják, hogyan lássunk ehhez hozzá. Barta Vámos László tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tűzvédelmi és kéményseprőipari szabályozási főosztályvezetője. Mariangela Paone olasz újságíró, de Spanyolországban dolgozik az El Diario napilap munkatársaként. Nemrég lenyűgöző multimédia riportot közölt a görögországi, portugáliai és spanyolországi erdőtüzekről, amit megnézhettek az El Diarión, de a mi műsorunknak otthont adó displayeurope.eu oldalon is. Mariangela a szerzője az Atén 4 évszakad című könyvnek is. Gremsberger Gábor a Climate Action Kft. Vezérigazgatója és alapítója. A klímacélok folyamatos megfigyelése céljából a Climate Action természeti adatokat gyűjt és elemez. A mai vendéglátónk pedig a budapesti CEU könyvtár, ahol a művelt közönség kutathat, dolgozhat és a tetőszintről csodálhatja a gyönyörű budapesti kilátást. Köszönjük nekik!